az ottunk tőzsgyökeres Jászberényinek vallja magát. Nem csak ő maga és szülei, hanem apai nagyszülei is ebben a városban születtek. Az iskoláit is itt végezte, majd évekig dolgozott édesapja vállalkozásában, amivel párhuzamosan folyamatosan képezte a hangszeres zenei tudását. Az első pillanattól fontos szerepet játszik életében a zene. A Palotási János Zeneiskola fúvószakára járt, 12-13 éves korában megérkezett életébe a rockzene. Iskolazenekarok, helyi fesztiválok, jászberényi zenekarok jellemezték a kamasz és fiatal felnőtt éveit. Később 25 évesen a Szolnoki Árnyakzenekarral vált neve ismertebbé az országos turnék és az elkészített 4 nagy lemez révén. 2005-ben csatlakozott a Kowalski meg a Vega zenekarhoz, dalaik rendkívül népszerűek, utóbbi években megjelent lemezeik mindegyike többszörös platina lemez. 2019-ben a legtöbb eladott lemez Magyarországon az együttes nevéhez fűződik. Tavaly a második aréna koncertjükön már több mint 15 ezer ember előtt játszottak. A koronavírus miatt azután nem tudtak koncertezni, de elkészítették Essencia című 50 dalos nagylemezüket, ami ugyancsak platina minősítést kapott. A zenekar évente 100-110 koncertet ad a Kárpát-medence legkülönbözőbb pontjain, számos alkalommal jártak Jászberényben is. Immár mintegy 300-400 helyszínen, 1000-1300 koncerten játszhatod, de egyértelművé vált számára, hogy Jászberényben szeretné leélni életét, ahová mindig jó hazatérni.